Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök az X Televízió jogtiprás jogállom című műsorát látják. Kitálalt egy bíró egy jelentős sajtóorgánumban. Azt állította, hogy önkény, félelem és robbanás közeli hangulat van a bíróságokon. Szeretettel köszöntöm dr. Szepesházi Péter bírót, az Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Mozgalom egyik aktív tagját. Köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm az X Televíziónak, szerkesztőasszonynak, üdvözlöm a nézőket. Amit mindig el kell mondanom az interjúk elején, hogy nem valamiféle bírósági hivatalos álláspontot képviselek, hanem a saját magamét, illetőleg természetesen az Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Mozgalom álláspontját. Hogy érzi most magát? Megkönnyebbült kicsit, hogy nagy nyilvánosság előtt elmerte mondani a véleményét? Köszönöm szépen, nem volt ez ennyire tervezett dolog, korábban is sokszor megszólaltunk tagjaink, megszólaltam én is, írásban, szóban, valami miatt ez most nagyobbat robbant a nyilvánosságban, de sokan nem hiszik el, hogy nem volt tervezett, de nem volt tervezett dolog. Hogyan reagáltak a kollégái? Mi a visszhangja az ön sajtószereplésének? Azt mondják, hogy amikor végigsétál a bíróság folyosóján, látja az elismerő pillantásokat, és azt mondják, hogy jó volt Péter, csak így tovább bátran, vagy pedig sandálni és feldeszemmel néznek önre. Többségében támogatóan, ugyanakkor természetesen kaptam kevésbé pozitív reakciókat is, sandanézést azt azért nem. Inkább a ezen és korábbi interjúk egyes részeivel nem minden kollega ért egyet, ez teljesen természetes is. Ugyanakkor én azt mondtam nekik, tehát akik bíráló jelleggel fordultak felém, hogy amiben nem értenek egyet, úgy gondolom, hogy azért sem kell haragudni, hiszen nekem más a véleményem. Illetőleg azt sem gondolom, hogy aki megszólal és kiáll, annak a véleménye alapján lehet olyan hatás, hogy negatívan tekintenek a bíróságra. Mert valami attól negatív, hogy az okai léteznek objektíve, tőlem függetlenül. Az, hogy én kimondom, és mások is természetesen, nem attól létezik, nem attól van. Ez Magyarországon sajnos ez a félreértelmezett tekintélye egy szervezetnek, legyen az a Bélyeggyűjtők Egyesülete, vagy éppen a bíróság. Ez sajnos még tartja magát, de én azért azt veszem észre, és azt remélem, hogy mind a bíróságok kapcsán, mind egyébként egyre kevésbé. Főnökétől nem kapott fejmosást? Nem, tehát sem a helyi vezetőktől, sem a megyei, tehát a törvényszéki vezetéstől, és ezen interjú után az országos bírósági hivataltól sem. Korábbra datálódik egy olyan átirat a törvényszéki elnökhöz, amelyben viszont szerepléseimet, civil kapcsolataimat negatív jelentéssel ruházták fel, és e körben az intézkedés szükségességének megvizsgálását kérték a törvényszéki elnöktől. A törvényszéki elnök tisztességesen járt el, a végeredményét aztán nem tudom, de megadta nekem az észrevételezési jogot, amivel én éltem. Mit jelent az, hogy félelem van a bíróságokon? Mitől félnek a bírók? Részben attól, amitől sajnos a 90-es évek elejét leszámítva már nagyon régóta félnek. Nincsenek meg azok a bírót védő jogszabályi rendelkezések, amelyek ahhoz az állapothoz vezetnének, hogy a bírónak tényleg csak attól kelljen félnie, hogyha rosszul dolgozik, hanyag, önhibájából határidőt mulaszt. Hanem sajnos mind a bírói értékelési szabályok, mind a bírói fegyelmi szabályok tele vannak, így is úgy is értelmezhető, és ezáltal sajnos a bíráló hangok ellen bunkósbotként használható jogszabályi rendelkezésekkel. Ez így volt, különösen az 1997-es reform erősítette ezeket a tendenciákat, és a valóban átkosnak mondható Lomnici és Baka korszakhoz vezetett. Aztán 2011-ben megszülettek ugye az új bírói jogállási és bírósági szervezeti törvények,
És azt gondolom, bár nyilván ebben nem egységes volt a várakozás, hogy ez reményt adott, mert ezek a törvények, amilyen félfordulatot végrehajtottak, az önmagába helyes, tehát például az egyéni felelősség hangsúlyozása a vezetői szinten, tehát nem egy testület, hanem az Országos Bíróság Hivatal elnöke irányít, hogy két ciklusnál többet egy vezetői poszton csak az Országos Bírói Tanács külön engedélyével lehetett betölteni egyes kisebb bíróságok vagy nagyobbak elnökeként, és becsületére legyen mondva az Országos Bírói Tanácsnak és magának Handó Tündének, hogy legritkábban engedélyezték ezt. A bírósági mediáció bevezetésre került, azonban sajnos a kezdeti eredményeket eltorzította a túlzott centralizáció, és az, hogy még a jó új szabályokat is egyre önkényesebben kezdték értelmezni, visszaélésszerűen adott esetben. Miben nyilvánul meg ez a bírói önkény és a centralizáció? Hát részben ez ugye nyilvánosságot kapott a sajtóba, nem feltétlenül az én nyilatkozatom alapján, hogy mind a bírósági vezetői, mind a bírói pályázatoknál a gyakori eredménytelenné nyilvánítás helyette bárkinek, akár a pályázaton nem induló személynek a bírósági vezetői posztnál, mondom ezt az utóbbi tagmondatot, megbízást ad az OBH elnöke, és aztán, amikor már kész helyzet van, eltelik egy idő, akkor a kiírt pályázaton adott esetben már csak az a személy indul, mert a többiek azt érzik ebből a magatartásból, hogy nem érdemes indulniuk, akkor se, ha esetleg jó szavazatarányt kaptak a kollégáktól a véleménynyilvánító szavazáson. Illetőleg nem egységes a bírói kar terhelése, ezért az az önmagában helyes elv, hogy a tanulmányok, a szakmai publikáció többletpontot jelentsen a bíróságokon, ez mégsem vezet igazságos eredményhez az esetek egy nagy részében, mert ha valaki olyan bíróságon dolgozik, hogy kisebb a terhelés, vagy az Országos Bírósági Hivatalban nem kap nagyon erőteljes napi 8-10 órát igénylő munkát, akkor van ideje publikálni, van ideje másoddiplomát, szakjogászit megcsinálni, és utána már látszólag ugye a többletpontjai alapján nyeri el látszólag igazságosan az adott posztot, és ez visszaélésekre ad alkalmat. Én nem azt mondom, hogy ez feltétlenül minden esetben célzatos az OBH elnöke részéről, de én azt gondolom, hogy a méltányos jogszabályok és azok igazságos alkalmazása legyen meg ennek a látszata, ha ez a látszat elveszik, az önmagába baj. Ez a kinevezési gyakorlat, amiben úgy látja, hogy a bírói önkény érvényesül, és nem feltétlenül csak a szakmai szempontok, ez lehet-e eszköze annak a mechanizmusnak, azoknak a mechanizmusoknak és automatizmusoknak, amiket a politikai és gazdasági hatalom működtet annak érdekében, hogy befolyásolja az igazságszolgáltatást? A lehet szó a jó. Állítani azt, amire nincs bizonyíték és nincs elegendő jel, azt nem lehet, de önmagában az a baj, hogy lehet. Tehát ugye minden lehetősége megvan részben ugye az Országos Bírósági Hivatalnak, hogy olyan részletszabályokat hozzon egy-egy jogszabálytartalmát kibontva, ami kizárja az önkényes mérlegelést. Gondolok itt például arra, hogy visszatérve kicsit a bírói értékelésre, hogy miközben szerepel a bírák jogállásáról szóló törvénybe, hogy csak egyértelmű, tényszerű megállapítások szerepelhetnek a bírói értékelésben, és hát azt tudni kell, talán nem minden néző tudja, hogy a bírói értékelésnek akár az is a tétje, hogy állásvesztés, hogyha alkalmatlanná nyilvánítják az adott bírót. Ennek ellenére maga a szabályzat, amire jogosult ugye az Országos Bíróság Hivatal elnöke, hogy az értékelés körében megalkossa, abban olyan gumifogalmak vannak, hogy lényeglátás, munkaszervezés, természetesen például az eljárási határidők betartása rovatot, amit értékelni kell a formanyomtatványon, az önmagában rendben van, de azt gondolom, hogy kinek mi a lényeg, a munkaszervezés milyen benyomása van az adott vizsgálónak, értékelőnek. Ezek nem igazán megengedhető dolgok, hiszen ha egyszer ezt mondja a törvény, akkor úgy kellett volna megalkotni a szabályzatot, hogy kimaradnak az ilyen nem vizsgálható
nem egyértelműen megítélhető szempontok. De sajnos még a viszonylag konkrét szempontoknál is problémák vannak. Például teszem fel a kérdést, mitől nem tartalmazza azt a szabályzat, hogy mondjuk a statisztikai befejezési átlagnál, és mondjuk a tárgyalási átlagnál, mihez kell viszonyítani, mint ideálishoz az adott bíró teljesítményét. Mert én azt gondolom, hogy van olyan eset, nem gondolom, nem tudom, hogy egy adott elnehezült helyzetű kollégium vagy csoporton belül lehet, hogy 10%-kal lemarad a bíró a csoport első bíróhoz képest mondjuk a befejezések számában. Vagy a másodfokú határozatokból, hogy mennyi a helyben hagyó, most hasamra ütöttem mindkét esetben. De az is lehet, hogy az ország másik végén egy kevés ügyszámmal rendelkező bíróságon a teljesítménye tökéletesen elegendő lenne, akár a pár bíró közül az első helyre. Most akkor ezt a bírót azért alkalmatlan nyilvánítatjuk, mert a rossz sorsa oda vezette egy nehéz helyre. Na most, amíg ilyen egyértelmű kérdések nincsenek tisztázva, addig lényegében kis túlzással nincs igazságos bíróértékelés, és persze, hogy a bírák nehezen bírálják akár a helyi anomáliákat, akár az országosakat, mert megnézhetik magukat, és hát nem nagyon tudják esetleg kimutatni a kapcsolatot a bírálat és a rossz értékelés között. És hiába ez csak egy lehetőség, de azt gondolom, hogy zárja ki a jogszabály, és zárja ki az a szabályzat, amit szabadon alkot meg az Országos Bírósági Hivatal elnöke. Teljesítménykényszer van a bíróságokon? Tehát egy adott időszak alatt egy adott mennyiségű ügyet le kell zárni? Tehát ilyen konkrét megfogalmazás? Ezt csak azért kérdezem, mert ugye mi, akik csak kívülről látjuk az igazságszolgáltatást, látjuk azt, hogy mi megy be a bíróságra, a kereseti kérelem, látjuk azt, hogy mi jön ki belőle az ítélet, de az, hogy gyakorlatilag belül a bírói kar, a bírói szervezet hogyan működik, ebbe mi laikusok nem látunk bele. Igen, a statisztikai szemlélet túl erős. Nyilván ennek van egy olyan pozitív oka, hogy az eljárások elhúzódása, megfékezése az egy fontos cél volt, ebben egyébként bizonyos eredményeket is sikerült valóban elérni. Más kérdés, hogy időnként az az ember érzése, hogy nem visszafordíthatatlanok az eredmények, mert egy kizsigerelt bírói kar nem tudja ugyanazt a teljesítményt megismételni. Azonban attól tartok, hogy a minőségi szempontok egyre inkább háttérbe szorulnak, hiszen most ugyan kaptunk önképzési célzott egyszeri juttatást, mint bírók, rossz nyelvek szerint a Országos Bírósági Hivatal elnökét ért bírálatok, nyilvános bírálatok hatására, de azt kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem biztosítják azt legalábbis a legtöbb bíróságon, hogy kellő, idézőjelben stáb, tímnek mondjuk álljon a bíró rendelkezésére, jogi asszisztens, bírósági titkár vagy fogalmazó, idézőjelben titkárnő, de magasan képzett tisztviselőként. Nincs meg az a kellő számú segítség, nem is olyan jó a bíróság szerverparkja, az elektronikus kézbesítési rendszer anomáliáiról azt hiszem, hogy bármilyen ügyvéddel beszél szerkesztő asszony, akkor ömlik a panasz, és ezt mi is tapasztaljuk. Na most ezek a tényezők az ítéletek minőségére is kihatnának, hiszen teszem azt, akár ugye a devizahiteles ügyeket nézve, azzal nincs baj, hogyha egy tisztességes, alapos eljárás folyik, amelyben a bíró kellően képzett, mindennek utána olvas, szakirodalmat is, jogi szakirodalmat, hozzáteszem, hogy ugyanúgy bankjogászoktól, mint esetleg a devizahitelesek körében népszerű szakirodalmat, és ezután akár az adott ügyben a pénzintézet győz, akár az adós, hogy úgy mondjam, akár első, akár másodfokon. Azonban nem ez történik, hanem a kizsigerelt bírák legfeljebb arra van idejük, hogy a bírósági honlapokról sokszor leegyszerűsített néhány bekezdéses szakmai anyagokról tájékozódjanak, illetőleg az olyan jogegységi határozatokról, amikkel kapcsolatban esetleg felmerülhet, hogy
legalábbis az uniós fogyasztóvédelmi jog szempontjából megkérdőjelezhetőek, ha alkalmazni is kell őket, akkor is. És hát hány bírónak van ideje utána olvasni? Meg ha ezt nem értékelik annyira, hanem azt kérdezik, hogy miért csak 8-at fejeztél be ebben a hónapban, miért nem 10-et, akkor azt gondolom, hogy baj van a minőséggel. Igen, erre még majd visszatérünk, tehát a bírák továbbképzéséről, illetve a szakmai anyaggal való ellátásáról. Most beszéljünk még egy picit erről a robbanás közeli hangulatról, vagy helyzetről, amit említett. Ez miben nyilvánul meg, hogy csak amiatt lázadnak a bírók, mert hogy Handó Tünde, az Országos Bírói Hivatal elnöke nem tett eleget azon ígéreteinek, hogy a munkakörülményeket minden vonatkozásban javítsa, vagy pedig esetleg amiatt is lázadnak a bírók, mert hogy úgy érzik, vagy azt tapasztalják, hogy akarva akaratlan, de a politikai, gazdasági hatalom, uralom közvetítő közegeivé válnak? Jó esetben mindkettő miatt lázad egy bíró, illetőleg ha nem is lázad, de nagyon nagy mértékben elégedetlen. De természetesen vannak olyan kollégák, és az ő véleményeket is tiszteletbe kell tartani, függetlenül attól, hogy én nem értek egyet velük, akik valami olyasmit gondolnak, leegyszerűsítem persze, hogyha az önkény eltűnik, hogyha új vezetés lesz, hogyha emelik a fizetésünket, hogyha jobbak lesznek a munkakörülmények, akkor ez bőven elég változás, és a 2011 előtti állapot az megfelelő. Vannak azonban olyan bírák is, és természetesen az egyéni bírói függetlenség és felelősség mozgalom elsősorban az ő elveiket vallja, és kölcsönösen ugye hatunk egymásra, ha tagjainkról van szó, ha nem, amelyik azt mondja, hogy újra kell sok mindent értelmezni. Tehát az a régi konzervatív, és itt most rossz értelemben konzervatívról beszélek, bírókép, hogy a bíró van az elefántcsontoronyban. A bírálatokat csak belül fogalmazza meg. Annyira illedelmesen, hogy már alig hallatszik. Én azt gondolom, hogy ez ugyanúgy, ahogy a világ fejlettebb részén, nálunk sem tartható a végtelenségig. Azt gondolom, és vannak jó kezdeményezések e körben egyébként, de nem elégségesek, hogy a civilekkel való kapcsolattartás nagyon fontos. Nyilván meg kell őrizni a bírói pártatlanságot, de az, hogy bírósági igazgatási vezetők a civilekkel ne partnerként üljenek le beszélgetni, írásban válaszolni egyes kérdésekre, ez is jobban el kellene, hogy terjedjen a bírói karban. Tehát leegyszerűsítve van a Handó Tündével elégedetlen bíráknak egy olyan tekintélyes csoportja, amelyik azt mondja, hogy legyen jó az ügyfeleknek és ezáltal a bíráknak, és van egy olyan csoport, amelyik azt mondja, hogy az egy más kérdés, ők is jót akarnak persze az ügyfélnek, de nem e reform keretében, hanem két külön kérdésként kezelik a saját sorsukat, amivel elégedetlenek, hogy azzal változtatni kell, meg a társadalommal való szembenézés, felelősségvállalás kérdését, azt egy külön kérdésként szeretnék kezelni, szerintem pedig ez összefügg, és talán azért lesznek többen azok a bírók, akik komplexen szeretnék ezt a kérdést kezelni, mert a bírósági közbizalom nagyon alul van, és egyre inkább érzékelik a civil életükben. Köszönöm szépen! Bíró úr, ennyi fért a mai műsorunkba, innen folytatjuk. Önöknek pedig, kedves nézőink, köszönjük megtisztelő figyelmüket, kérjük kövessék figyelemmel továbbra is műsorainkat. Köszönöm szépen!
Tekintse meg az X-Média virtuális művészeti galériáját. Legyen ön is tagja a művészeink közösségének. Mutassa be alkotásait, hozza meg velünk gondolatait. Az X-Média bemutatja önt és műveit hazai és nemzetközi közönségének. Az X-Média elkészíti az ön bemutatkozó filmjét. Használja ki az online média előnyeit. Ez a jövő, tartson velünk! Keressen bennünket az xmedia@xmedia.hu e-mail címen, vagy a 0630 459 83 49-es telefonszámon.